Egyre többet hallunk és olvasunk arról, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, ezen belül is főleg a táplálkozás. A minőségi és rendszeres étkezés szervezetünk számára is elengedhetetlen. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Tóth Judit táplálkozási tanácsadó. Kezdjük sokan, üdvözlöm Önt. Egészséges életmód, egészséges táplálkozás, hát természetesen ez a beszélgetésünk fő vonala. Mit érthetünk az alatt, hogy egészséges? Szerintem itt azért itt kell kezdeni. Igen, hát az egészséges táplálkozás alatt, mint olyan a rendszeres táplálkozást értjük elsősorban, a megfelelő arányú szénhidrát, fehérje és zsírbevitelt, és életkornak megfelelően, és hogyha valaki érintett és valamilyen ételintoleranciával szenved, akkor pedig az azt érintőleg a legfontosabb betegségtípusonként eltérő is lehet, de alapvetően a rendszeres és minőségi táplálkozást értjük alatta. No, hát akkor pedig egy újra kérdés ezzel kapcsolatban, mi a minőségi táplálkozás? Ugye itt arra kell gondolni, hogy nem mindegy, hogy milyen összetevőjű ételeket viszünk be a szervezetünkbe. Tehát szokás ugye ezzel kapcsolatban az úgynevezett e-betűsökről is beszélni. Részben igen, de azt gondolom, hogy ma már elég elterjedt ennek a... Elég körültekintően vásárolunk és próbálunk ételeket készíteni, hiszen azért ez már nem jár olyan nagyon gyerekcipőben a mai világban, itt ebben a 21. században. Viszont értem ez alatt azt, hogy elegendő rostot nem eszünk, nagyon-nagyon sok a gyors éttermi étel, nagyon sok a gyors kaja, nagyon kevés időt fordítunk arra, hogy főzzünk, és így, ha nem főzzünk, akkor nyilván nem tudjuk megválogatni az alapanyagokat sem. Tehát itt rejlik az alapprobléma véleményem szerint, és a nagyon rost szegény étkezés. Akkor miben van sok rost? Hát alapvetően a gabonákban lenne az elég rost, és de itt nem a fehér lisztre gondolok elsősorban, hanem nagyon keveset nyúlunk ezek után, a élelmiszerek után, mint köles, mint bulgur, mint hajdina, nagyon mellőzve vannak az étkezésünkből, pedig nagyon hasznosak. Nem csak, hogy rostokat tartalmaznak, megfelelő rostokat, hanem nagyon jól lugosítják a szervezetet, és itt sajnos az elsavasodás is egy nagyon sarkalatos problémája ennek a 21. századnak. Ez, amit említett, ez hát régen még a 20. század elején, hogyha jól tudom, azért rendszeresen fogyasztottuk. Így van. Tehát mondhatnánk azt is, hogy vissza a hagyományokhoz, ugye? Pontosan. A rost az egyenlő a szénhidráttal? Nem. A rostok azok nem... Nem lehet, hogy azért nem fogyasztják annyian, mert most már szénhidrátmentesség is van, tehát hogy ilyen divati. Igen, szénhidrátmentesség is van. Hát a rostok azok alapvetően nem tartalmaznak, energiát nem szolgáltatnak, de nagyon fontosak lennének az emésztésünk tekintetében elsősorban, és egy nagyon egyszerű útifűmaghéj már meg tudná oldani ezt a problémánkat. Sajnos a fehér lisztek, a fehér kenyér, mint olyan, nem tartalmaz elegendő rostot, és ezt részesítjük előnyben, sajnos. De miért kell az, hogy akkor jobb legyen a tápanyagcserénk? Tehát... Azért, mert ha normális az anyagcsere az embernek a szervezetében, akkor élet van a beleiben. Viszont, hogyha az anyagcseréje lelassul, akkor pang az élet a belekben, ami nem jó. Ebben pedig akkor segítenek a rostok. Pontosan így. Ellenmondások is terjednek az interneten. Nem tudom, hogy Ön mennyire tapasztalja, fogyasszunk sok húst, kevés húst, fogyasszunk sok szénhidrátot, kevés szénhidrátot. Hogyan lehet itt igazságot tenni? Ha egy ember egészséges, akkor nyilván mindig az életkorának és a fizikai aktivitásának megfelelően kell, hogy táplálkozzon. Hogy mi a sok és mi a kevés, ez ennek a függvénye. Hogyha pedig valamilyen ételintoleranciája van, illetve cukorbetegségben szenved, akkor pedig kötni kell az ebet a karóhoz, és úgy kell lenni, ahogy az elő van írva. Már pedig eléggé keveset mozgunk mostanság, tehát akkor ennek megfelelően keveset kell táplálkoznunk. Életkornak megfelelően kell táplálkoznunk, test súlyunkat úgy tudjuk karbantartani, hogyha kellően mozgunk, és annyi ételt veszünk magunkhoz, amennyit fel tud dolgozni a szervezetünk. Csak annyit tegyünk, amennyit le is tudunk mozogni. Mondta, hogy rendszeres táplálkozás. Ez mit akar? Hát a három fő és a két köztes étkezés, amit nagyon előszeretettel el szoktunk odázni. Fontos volna. Nem kell ötször annyit enni, hogy üregesre esszük magunkat, de a rendszeres vércukorszintünk megtartásához, a rendszeres perisztartikánkhoz muszáj, hogy ötször együnk egy nap. Tehát akkor 10 óra és uzsonna azért mindenképpen dukál, így ugye? Így van, kellene, és a megfelelő folyadékfogyasztás. Ugye egy időben volt az is divat, hogy 6 óra után már ne egyél. Ezt mennyire kell betartani? Tehát, hogy vacsorázzunk, terjedelmeset vacsorázzunk, ugye van a mondás is, hogy reggel egyél úgy, mint egy király, és a többi, és a többi. Így van, ezt ha így betartjuk, ez teljesen jó volna, hiszen már éjszakára nincs szükség a szervezetünknek annyi ételre, mint egy ebédnél. Tehát a nagyobb százaléka az étkezésünknek az az ebédet teszi ki, és a vacsorát a legkevésbé, de ötször kell enni.
Én például éjgyomorral nem tudok lefeküdni, tehát úgy, hogy üres a gyomrom. Nem is szabad. Nem szabad? Nem. Tehát akkor a lefekvés előtt egy fél órával, még 10 órakor mondjuk teszem, azt eszek, akkor azzal nincsen probléma? Hát mondjuk, ha nem toljuk ki 10-ig, maximum 8-ig, akkor nincsen gond. Érted, meggondolom, akkor nagyon nehezet nem szabad enni. Hát így van, nyilvánvalóan. Már pedig általában nehezet szoktunk vacsorázni. Hát ezért tart itt a társadalom. Igen. Jó, akkor ezt megoldottuk. Ha jól tudom, akkor ön előadásokat tart oktatási intézményekben. Így van. Ott mik a tapasztalatok? Hát azon túl, hogy a gyerekek eléggé elhízottak és imádják a chipset, de ez elsősorban nem az ő hibájuknak gondolom én. Azt gondolom, hogy a probléma az mindig a szülőknél gyökerezik, hiszen a pedagógusnak nem az a dolga, hogy erre nevelje a gyerekeket. Ma már a közétkeztetés azért elég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismertesse a gyerekeket a különböző tápanyagokkal, mint az előbb említett kölessel is, hogyha otthon ezt nem vezeti be a szülő, akkor a közintézmény arra próbál most már figyelni, hogy változatosan legyenek a gyerekek, de az a gond, hogyha otthon, és megint csak a szülő kezébe helyezném ennek a súlyát, hogyha otthon nem ismertetjük meg velük, akkor nem lesznek nyitottak rá. Egyébként azt tapasztalom, hogy ők, ha lehetőségük nyílik, valamilyen információt magukba szív, nagyon nyitottak. Teljesen mindegy, hogy egy 6 évesről beszélünk, vagy egy 18 évesről, mind a kettő sávban, ha mozgok, nagyon-nagyon nyitottak és elfogadóak. Tehát ez is a szülő felelőssége, mint számtalan más dolog. Hát így van, igen. Én azt gondolom, igen. Előttünk az asztalon láthatunk egy ételt. Segítsen eligazodni, milyen ételről van szó. Ez egy nagyon egyszerű saláta, zeller és alma. Megint próbáltam belecsempészni, hogy a gyerekek táplálkozásánál kihagyjuk, de a felnőtteknél és a gyerekeknél is azokat a nagyon értékes anyagokat, mint például a zeller, méltatlanul van eltéve, csak úgy félre, és nem is nagyon ismerik, és nem nyúlnak hozzá, pedig hihetetlen jó méregtenítő hatása van. Finom is? Így van. Az zellernek van egy jellegzetes íze, kérdés. És ezért nagyon jó, hogyha kombináljuk valamivel. Én ebben az esetben almával és dióval kombináltam. Az nem alma kell pedig félni. Édes, gondolom. Így van. És nem is kell félni az ízektől, mert nagyon sokszor az az alapvető probléma, hogy nem ismerem, nem eszem. Ez a gyerekeknél is a gond. Ezt melyik étkezéshez ajánlaná? Például egy könnyű uzsonnára, de akár vacsorára is. És egy csirke már még simán mellé fér. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsikét az étel intoleranciáról. Erről mostanában egyre többet hallani. Miért hallani egyre többet? Divatos lett? Vagy nem tudom, 20-30-100 évvel ezelőtt nem voltak ételallergiások? Bizonyára voltak. Hát azt gondolom, hogy az előbb említett ebetük. És a nagyon sokféle gabona, amit most már meg lehet venni, tehát adott esetben egy kukoricánál például ezelőtt 100 évvel biztos, hogy nem volt 40 féle lehetőségünk kukoricát vetni, ma már van. És az nem valószínű, hogy azért van, mert hogy most is ugyanaz az egy kukorica van. Tehát vannak olyan a gabonáknál is, nem csak a kukoricán, az összes többi gabonánál is van, ez a rengeteg vegyszer, ami bekerül a talajba, régen azért ez nem volt. És legfőképp ebben van a hiba, én azt gondolom. Meg a rengeteg cukorbetegség, ez mind meg az elhízás, tehát ezek annyira karöltve járnak már együtt, és a cukorbetegség, mint olyan régen is volt, de biztos, hogy nem ennyi, és az is biztos, hogy nem volt ilyen nagyon széles a táplálkozásunk, és sajnos nagyon beszűkítik az emberek. Szükség van az ő munkájára? Hát, hogy is mondjam? Én azt gondolom, hogy igen. Azt érzem, hogy lenne már szükség azt csak. Érzem, hogy igen. És igénybe veszik-e? Igen, és hogy igénybe is veszik, és azt gondolom, és azt tapasztalom, és ennek nagyon örülök, ha mondjuk elmegyek egy iskolába, és visszahívnak, akkor a gyerekek nem csak, hogy ismerősként üdvözölnek, hanem mondjuk a vizes palackjukban víz van. És amikor elmondom, hogy miért vizet ígyünk, és miért ne üdítőt ígyünk, akkor azt látom, hogy megfogadják. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.